A híres Deep Purple dalt a Smoke on the Water, azaz a Füst a víz felett címűt idézte a látvány Nyírpazony határában. Itt engedéllyel és minden szabály betartásával égették a patakmedrében nőtt növényzetet. A hétvégén viszont Kisvárda környékén komoly kárt okozott a tűz. Szombaton Kisvárda és Ajak között például 5 hektáron foltokban égett a nálas és a száraz aljnövényzet, amely egy 22 kV-os távvezetéket is megrongált. Éppen ezért a helyreállításnál 185 fogyasztó maradt átmenetileg áramszolgáltatás nélkül. Erdőtűz.hu. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal hozta létre ezt a honlapot azért, hogy praktikus információkat nyújtsanak az erdőtüzek megakadályozására. Ez az ötletes online játék pedig a gyerekeknek szól. Ezt is azért lehet letölteni az oldalról, hogy a legfogékonyabb fiatal generációt is megtanítsák a helyes viselkedésre. Az a tapasztalatunk így erdészként, hogy nagyon sok családba a gyerekeken keresztül lehet bejutni, tehát a gyerekek még fogékonyak a természet, a környezet és az erdők védelmére, és hogyha velük megértetjük a problémát, akkor saját gyerekeinkből is kiindulva ezt otthon azért szóvá fogják tenni, és hogyha olyat látnak akár a környezetükben, ami a természetet veszélyezteti, vagy az erdőket, akkor legalább kérdéseket tesznek fel a családon belül, és próbáltunk ennek a fogékony célcsoportnak megfelelő játékokat fölrakni a honlapra. A megelőzés azért is fontos, mert a tűzoltók adatai szerint a szabadtéri tűzkárok 99%-a emberi mulasztás eredménye. Pedig néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhető a baj. Akár kerti, akár pedig külterületi égetésnél vannak. Mindenképpen fontos az, hogy oltóanyag rendelkezésre álljon, ne hagyják őrizetlenül a tüzet, illetve olyan kézi szerszámok is legyenek kéznél, amelyekkel esetleg az oxigént el tudják vonni, azaz mondjuk földet tudnak az adott tűzgócra tenni. Március a szabadtéri tüzek időszaka. A legtöbbször az aljnövényzet vagy a nádas gyulladt ki. A megyében ebben a hónapban csak nem 50-szer riasztották a tűzoltókat.